Nagytassán évek óta hagyomány, hogy megrendezzük a fotópályázatot és az ezzel kapcsolatos fotókiállítást. Tavaly a 2020-as esztendő sem maradhatott el pályázat nélkül. Amikor meghirdettük, határon innen, határon túl mottóval került meghirdetésre az összetartozás évében. Hát ugye ember tervez, Isten végez. Még nem, hogy határon túlra, hanem otthonainkat is nagyon nehezen tudtuk elhagyni, sajnos ugye a járvány miatt. Éppen ezért ez a fotópályázat először nehézkesen indult. Örömünkre viszont szépen érkeztek a pályaművek. 13 pályázó, 46 pályaműve érkezett be a szervezőkhöz, és megtörtént ugye ezeknek a pályaműveknek az elbírálása, illetve az Én Sütim Desszertházban kiállításra is kerültek. A járványhelyzet 2020. szeptember végén a nagytacsai búcsú alkalmában nyitottuk meg az itt látható kiállítást. Úgy gondoltuk, hogy minden esztendőben a közönség, a látogatók szavazhatnak ezekre az alkotásokra. Ezt el is indítottuk, de hát a zárás miatt igen rövid idő jutott erre a közönség szavazat leadásra. Mégis örömünkre a gyűjtő dobozba sok szavazat volt, így ugyancsak megtörténhetett ezeknek a pályaműveknek az értékelése és a győzteseknek, közönség győzteseknek a meghirdetése. Az első helyezett a közönség szavazatok alapján Nagy Andrea alkotása, címe Fény, Nagytartsán a 2020-ban a járvány kezdetén fölállítatott, és utána 2020 őszén fel is szentelt engesztelő keresztnél készült ez a gyönyörű alkotás. Ez a kép kapta a legtöbb szavazatot. A második helyezett a Felhő a vízben című nagyon szép alkotás, Tajtiné Takács Margit készítette, második helyezést kapott. A harmadik helyezés érdekesen alakult, mert itt ugye szavazategyenlőség volt, és természetesen akkor így két harmadik helyezést hirdettünk meg, illetve díjazást hirdettünk meg. A harmadik helyezett lett Vöncné Pap Lilla, különleges alkotása, Hollandia arc. Egy 2016-ban készült fotóról van szó, és itt az Én Sütim Desszertházban ez is megtekinthető. És ugye szavazat egyenlőségről beszéltem, harmadik helyezett lett Apostol Christopher Lépegetve című természetfotója. Christopherről tudni kell, hogy nagyon természetszerető fiatalember, és minden esztendőben egy gyönyörű természetfotóval indul, és mindig értékelést is kap, díjazást is kap. Ezúton is szeretnénk megköszönni a támogatóknak és segítőknek, hogy ez a fotópályázat és fotókiállítás megvalósult. Köszönet Nagytartsai önkormányzatának, a Nagytartsai Szlovákok önkormányzatának, a kulturális önkénteseknek, a kulturális csapatnak, és külön köszönet Csebők Zsuzsannának, aki az egész fotópályázatnak az ötletgazdája és fő motorja és szervezője. Tavaly ugye 6. fotópályázatot zártunk, és a 2021-es év sem maradhat már fotópályázat nélkül. Hamarosan, illetve meg is hirdetésre került az új pályázati felhívás, amiről tudni kell, hogy a részleteket Nagytartsa Község honlapján, illetve a Szeretjük Nagytartsát Facebook csoport oldalán lehet megtudni. Természetesen a fotópályázat részleteit a helyi újságban, a Nagytartsa újságban is közzétesszük. Fontos információ, hogy van idő a pályaművek elkészítésére, augusztus 29-e lesz a leadási határidő, mindenkit nagy szeretettel buzdítunk, hogy fotózzon, rögzítse ugye a képeket. A fotópályázatunk, az idei fotópályázat karantén pillanatok.
hát mi is lehetne ugye ennek a mottója, a karantén pillanatok alatt azt értjük, hogy vagy az zárás nehézségek, az elzártság, elszigeteltség kapcsán, vagy pont most a járványhelyzet enyhülésével felszabadult boldog pillanatokat örökítsék meg az alkotók, illetve ilyen képek készültek, akkor szeretettel várjuk ezeket.